A mai videóban a híres ázsiai facelifting tapaszt fogjuk kipróbálni, amit nagyon sokszor lehet látni a social médiában, videókon, gyakorlatilag arc keskenyítésre használják, tehát hogy ezt a V alakot tudják létrehozni, de nagyon jó egyébként a megereszkedett arcnak a kis liftingjére is állítólag, úgyhogy ennek fogunk utána járni ebbe a videóba. Hogyha érdekel ez a téma, akkor gyere és tarts velem! Sziasztok, üdv újra a csatornán, nagyon köszönöm, hogy újra itt vagytok velem, vagy itt vagy velem. Hogyha még új vagy, akkor gyorsan bemutatkozom, én Virág vagyok, sminkes és stylist, jelenleg Stockholmban élek, itt is dolgozom, és Svédország egyik legnagyobb sminkiskolájában vagyok sminktanár, amit nagyon szeretek csinálni, és ezen a csatornán főként sminkkel, divattal, életstílussal kapcsolatos videókat találhatsz meg, ami főként 40 fölötti hölgyeknek szól, mint amilyen szerénységem is, de hogyha fiatalabb vagy, akkor is maradj itt nyugodtan, biztos vagyok benne, hogy találsz olyan témát, ami neked is érdekes lehet, úgyhogy ha szereted ezeket a csajos dolgokat, akkor gyorsan iratkozzál is föl, hogy nehogy lemaradjál semmilyen új videóról. Köszönöm! Na hát, ma tényleg nagyon izgi témánk van, ez a facelifting tapaszt. Én ezt már nagyon régóta ki szerettem volna próbálni, hiszen miért ne csalhatnánk egy kicsit? Most tudom, itt a naturalizmus hívői, ó, hát ez nem természetes dolog, és minek kellene ilyen fake, akármicsodák. De hát miért ne próbálhatnánk ki? Én nem vagyok semmi jónak az elrontója. Bevallom, hogy már kicsit kísérleteztem vele, hogy mire megmutatom nektek, azért tudjak néhány tippet mutatni, vagy elmondani. Annyit előjáróban, hogy ez sokkal jobban néz ki hosszú hajnál, mert azért ugye itt, meg itt fogjuk használni, és a hosszú hajad van, azért ezeket könnyebben el lehet rejteni, ezeket a részeket, na de nézzük is, hogyan kell használni. De egyébként tényleg nem csak Ázsiában használják, hanem nagyon sokszor celebek is, hollywoodi sztárok használják például a vörös szőnyeges eseményeken, vagy fotózásokon, vagy bármilyen fontosabb megjelenés alkalmával, úgyhogy nem olyan ördögtől való dolog ez, de nem is egyszerű, azért annyit elárulok, hosszú hajjal sokkal könnyebb elrejteni ezeket a kis tapaszokat, és nem is mindenhol lehet használni. Például én láttam Hollywoodban nagyon sokszor itt ezen a ponton, ugye, hogy megemeljék egy kicsit a szemöldököt, hát nekem az annyira nem jött össze, úgyhogy ezt nem ajánlom, és ráadásul itt nagyon látszik, akkor lehet ezt megcsinálni, hogyha esetleg hosszabb hajad van, tehát hogy jobban el tudod ezekkel az oldalsó tincsekkel rejteni, hát nekem ez abszolút nem működött. Mielőtt elkezdett használni ezt a kis tapaszt, nagyon fontos, hogy mindig tiszta, száraz bőrön kell használni, úgyhogy én is majd szépen itt meg fogom tisztítani a bőrömet, mielőtt nekiállok. Csak előtte meg akartam mutatni, hogy hogy is néz ki ez a kis cucc. Szóval így érkezik, egy ilyen dobozba is elég sok van benne, nem is tudom, hogy hány darab. Mit is ír, ahogy is hívják? Nem írja. 40 darab van egybe, és két ilyen csomaggal kaptam. És gyorsan ki is bontom nektek, hát mint egy sebb tapaszt pontosan úgy működik. Csak egy fontos dolgot akarok nektek megmutatni. Ugye én ezt már kipróbáltam, hogy legyen tapasztalat. Szóval látjátok, két ilyen kis ficakja van. Van egy, ami nincs behajtás, és van egy, ahol van behajtás. Először mindig ezt kell majd leszedni, ami nincs behajtás. Jó, ezt csak így előre járóba elmondom, és most szépen itt meg fogom tisztítani egy kicsit az arcomat. Na, ugye, ahogy mondtam, legyen tiszta és száraz, de mégse akartam azért smink nélkül beülni ide elétek. Egyébként, ahogy látjátok, azért ez a fele sokkal jobban lóg az arcomnak, mint ez, úgyhogy itt fogom megmutatni, hogy mi az, amit el lehet ezzel érni. Dodi! Kell egy kis asszisztencia. Dorka fog nekem újra segíteni. Na, szóval azért igényel egy kis bűvészkedés, remélem, hogy azért elsőre sikerülni fog. Szóval levettem ezt a kis ficakot, és most így jól fel fogom ide tenni a hajamat, amennyire csak lehet. Szóval látjátok, itt azért lóg az arcom, itt is lehet látni, hogy lóg, picit följebb kincsem. Így, és ide beteszem ezt a kis tapaszt. Nagyon-nagyon jól rányomkodom, ez egy fontos lépés, és akkor itt megfogom ezt a kis fülét.
sikerül. Így elkezdem húzni, és szépen elkezdem fölfelé húzni az egész cuccot, így. Látjátok, szépen fölhúzta, és most egyébként lehet egy csipeszre lenne szükségem. Szóval azt azért már is lehet látni, hogy itt nagyon-nagyon szépen fölhúzta. Nem tudom, hogy ti látjátok-e, én nagyon-nagyon látom. Hiszen itt már egy nagyon picit elkezdett nekem lógni, tehát onnan lehet látni, hogy ez szépen föl van húzva, hogy ez a lógás már nincs ott. Szóval látjátok, itt van rajta egy ilyen kék kis fedőréteg, ezt le kell szedni, itt meg szoktam fogni fölül, lehúzom, és megfogom alul, és így. Fölhúzom. Tehát látjátok, ennyi van, hogyha most ezt így el akarom takarni a hajammal, ezt simán el tudom, ezt senki nem látja. Úgyhogy már beljebb vagyunk egy fokkal, látjátok, milyen szép kis vékony az arcom, de még itt is fogunk rajta húzni egyet. Megint ugyanaz, leszedem ezt a részét, és ide fogom tenni, így, minél szélebbre, annál jobb. Így. Jorrá! Szeretett volna. Jól rányomkodjuk, elfordítjuk, megint megpróbáljuk megfogni ezt a kis ficakot, tehát ez a körömmel nem könnyű. Így. Félbe is lehet hajtani. Így, és meghúzzuk szépen ide a fülünk mögé, behúzzuk. És jól rányomod. Így. Közben le is szedtem a tetejét, ahogy rányomta, már csak az alsót kell leszedni. Nagyon ragacsos. Így, és gyakorlatilag ez egy ilyen kis szilikon akármi, és teljesen beleolvad a bőrbe. Én szerintem nagyon látványos, én nekem nagyon tetszik, és viszonylag egyszerű használni, hogyha már rájössz, hogy hogy kell, és viszonylag jól el lehet rejteni föl. Itt azért látjátok, ez itt van, hosszú hajnál semmi nem látszani, és látjátok, ez a lógás teljesen eltűnt. Ups! Úgyhogy szerintem ez nagyon remekül működik, most már látjátok, sokkal jobban egyforma a két arcom, itt sokkal jobban lógott, és egy kicsit ilyen ducibb is ez az arc része. Így talán jobban látjátok. Ups, ezt ledobtam. Úgyhogy szerintem tök jó. Egyetlen hátránya van, hogy egy kicsit fényes, de hogyha jól elrejted, akkor nem fogod látni. Most egy picit teszünk rá egy kis alapozót, egy minimálisat. Na, meglepetés! Sajnos ebben a nyári hőségben elfelejtettem fölvenni a videónak a végét, úgyhogy most Mona Lisa képébe fogok hozzátok szólni. A lényeg az, itt láthatjátok ezeken a videókon az előtte és utána képeket, szóval én szerintem lehet látni a különbséget, nem azt mondom, hogy egy hű, borzasztó, óriási változás, de azért azt a kis lifting effektet megadja, amire az ember lányának szüksége van 40 fölött, viszonylag egyszerű is használni, úgyhogy próbáljátok ki, kíváncsiak, hogy nektek milyen hatása lesz. Én az 5 virágból adok erre 4-et. 4-et, mert egy kicsit macerás használni, de végül is működik, tehát beváltja az ígéretét, egy picit megemeli az arcot, úgyhogy legyen 4 virág. Mi a véleményetek róla? Nagyon kíváncsi vagyok, írjátok meg a komment szekcióba. Szerintetek érdemes-e szórakozni vele, vagy amúgy nem olyan nagy változás, vagy hogy ti kipróbálnátok-e? Tényleg kíváncsi vagyok rá. Amúgy meg, mit mondhatnék így, mint Mona Lisa? Köszönöm szépen, hogy újra velem tartottatok, és találkozunk egy legközelebbi videóban. Sziasztok! Mm-hmm.